Itt lesz egy e, masszírozó, egy gyógymasszírda. Épp a bátai fejlesztések helyszínét mutatja a település polgármestere, a község életében mindig jelentős szerepet játszott a turizmus, most központi épületet újítottak fel 147 millió forintból, ahol virágbolt, turisztikai iroda, szálláshelyek és tájházi szobák kapnak majd helyet. A térség országgyűlési képviselője Horváth István szerint fontos, hogy a településre érkezők megismerjék annak történelmét és környezetét. Meggyőződésem, hogy a térségben az egyik leg Nagyobb lehetőség a turisztikai szempontból az Bátán van, hiszen Bát a több szempontból is vonzó hely, meg vonzó hely lehet még. Tehát nagyon szépek a természeti adottságaik, a népi hagyományok, amelyre minden Bátó és minden Tolna megyei ugye nagyon büszke. Az elmúlt években hatalmas problémát jelentett a bátaiak számára a csapadékvíz elvezetése. A hirtelen jött esőzések során leeső sok csapadékvíz okozott problémákat, azonban ezeket most kiköszöbölték az újonnan átadott vízelvezető árkokkal. A település polgármester azt mondja, nagy segítséget nyújtanak ezek az árkok, mert esőzések idején már a hajmás patakba tudják vezetni a vizet. Miután ez a csapadékvíz rendszer megépül, így a dombról lefolyó hirtelen áradatok van szabályzás, ami szabályzott medregbe viszi le a gyűjtőbe a, a vizet. A vízelvezetés fejlesztése 200 bátai családot érint, a kialakításban főként helyi vállalkozók segítették az önkormányzatot. A fejlesztések a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósultak meg, aminek célja a gazdaságfejlesztés valamint a foglalkoztatás növelése.